Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják péntek este 19 órakor. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit röviden. Ma tartotta meg pályaorientációs napját a Kecskeméti Szakképzési Centrum a Bács-Kiskun megyei kormányhivatallal közösen a Messzi István sportcsarnokban. 21,2 milliárd forintos támogatást kap a Neumann János Egyetem. Műsorral lepte meg lakóit az Őszi Rózsa időskorúak gondozóháza az idősek napja alkalmából. A Kecskeméti Szakképzési Centrum a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal támogatásával szervezte meg pályaorientációs rendezvényét a Messzi István sportcsarnokban. A program célja a szakképzés és a benne rejlő karrier lehetőségek népszerűsítése a tanulók körében, és a térség vállalkozásainak, illetve a képzéseket támogató szervezeteknek a bemutatása. Rengeteg szakmával ismerkedhettek meg a diákok az idei pályaorientációs napon, és információkat gyűjthettek. A kiállítási standokon különféle technológiai folyamatokat, szimulátorokat is kipróbálhattak, cukrászkodhattak, a csempemozaik készítésétől a programozáson át az újraélesztésig, számos szakmához kapcsolódó tevékenység megismerésére volt lehetőségük. A szakképzési centrum iskoláiban 20 ágazat több mint 70 szakmáját lehet megtanulni. A legnépszerűbb szakmák az informatika ágazathoz kapcsolódnak, de sokan érdeklődnek a közgazdasági és az idegenforgalmi területek iránt is. Kecskeméten vagyunk, a specializált gép- és járműgyártás, ami ugyebár klasszikusan az autóipari beszállításhoz, illetve ezzel összefüggésben a szereléshez kapcsolódnak. Nálunk azért itt Kecskemét környékén a vendéglátás, turizmus idegenforgalom is nagyon közkedvelt. A Bács-Kiskun megyei kormányhivatal célja az álláskeresők számának csökkentése. Kovács Ernő kormány megbízott a rendezvényen elmondta, a megyében a szeptemberi adatok alapján mindössze 11 ezer az álláskeresők száma, ami a 2019-es adatoknál kedvezőbb. A Tanulj szakmát, jövőd a tét pályaorientációs rendezvény célja a szakképzés népszerűsítése a 7.-8. osztályosok körében. Olyan útmutatást adjunk a diákoknak, hogy az a szakma, az a tudás, amit megszereznek, az a megélhetést is biztosítsa a számukra. Ezért vagyunk itt tulajdonképpen, és ezért szeretnénk őket ezen a fontos úton segíteni. Gál József alpolgármester arról beszélt, hogy egyre többen érdeklődnek a szakképzések iránt. Ez is azt jelzi, hogy jó az irány, jó az út, ugyanis azon túl, hogy a duális képzésben, az iskolában, illetve a partnervállalatoknál naprakész információt kaphatnak a gyerekek, még jövedelmet is kapnak mindezért. A jeles tanulók ugyanis több mint 300 ezer forintot tudnak kapni pályakezdési támogatásként. A kormány szakképzési stratégiájában kiemelten fontos szerepet kap a duális képzés, az, hogy már a tanulmányaik alatt találkozzanak a tanulók a valós munkakörnyezettel. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár a rendezvény megnyitóján a szakképzési rendszer előnyeiről beszélt. Mint mondta, a szakképzésben a jövő. A rendszer nem mered, a rendszer rugalmas, a rendszer a jövőt jelenti. Úgyhogy mindenkinek csak javasolni tudom és ajánlani, hogy gondolja végig, a szakképzés jó lehetőség a jövő felépítésére, jó lehetőség saját karrierjének a felépítésére, mert hogy a szakképzésben a jövő. Az idei pályaorientációs napon több mint 1300 tanuló vett részt. 21,2 milliárd forintos támogatásra számíthat 2026-ig a Neumann János Egyetem. Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal kötött finanszírozási megállapodást Csizmadia Norbert, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke szeptember 30-án írta alá. A magyar állammal kötött szerződés értelmében az elfogadott finanszírozási szerződés az eddigi állami támogatással szemben négyszeres pénzügyi támogatást biztosít a kecskeméti intézmény számára.
Az alapítvány kuratóriuma és az egyetem vezetése az állammal folytatott tárgyalásaiban az oktatási színvonal növelésére, valamint a gyakorlatorientált minőségi képzési infrastruktúra felépítésére helyezte a hangsúlyt. Az egyeztetések során a partnerek kiemelték az egyetem már létező és megkerülhetetlen piaci szerepét a hazai és regionális gazdasági szintéren. Az idősek világnapja alkalmából az Őszi Rózsa időskorúak gondozóháza lakóit műsorral és ajándékokkal lepte meg pénteken délelőtt. A színes programról Szabó Sándor tárogatóművész, az Embodon Pál zeneiskola növendékei és a gondozóház munkatársai gondoskodtak. Szépen, mosolygósan piroskodt a kosárban a málna. Az Őszi Rózsa időskorúak gondozóházának munkatársai különböző előadásokkal, versekkel köszöntötték lakóikat pénteken délelőtt az idősek világnapja alkalmából. A mai eseményen dr. Nagy Orsolya, az Őszi Rózsa időskorúak gondozóháza intézményvezetője köszöntőjében elmondta, fontos volt számukra az, hogy a mai napon változtassanak azokon az elképzeléseken, amelyek az időskorral kapcsolatosak. Illetve lényeges volt, hogy megerősítsék a közösségi kapcsolatokat. Az idősek világnapja évről évre egy nagyon szép megemlékezés, hiszen ez az egy hét, mert nálunk itt Kecskeméten nem csak az október 1-je éhez kötődnek különböző programok, események, hanem gyakorlatilag egy héten keresztül a figyelem az idős korosztályra irányul. Elsőnek Szabó Sándor tárogatóművész előadását hallhatták a jelenlévők, majd az Embodon Pál zeneiskola növendékeinek műsora következett. A Városi Szociális Közalapítvány, a Máltai Szeretett Szolgálat, az SZI intézményei és a nyugdíjas szövetségek közel 100 programot szerveztek, amik egy héten keresztül az idősekről szólnak. Emellett a város vezetése is nagy figyelmet fordít rájuk. Elindították például azt a Szédrusnet Kecskemét programot, ami kifejezetten a szépkorúakról szól. Illetve fontos megemlíteni a Demens Barát Város programot, amelyen segítenek nem csak a betegséggel küzdőnek, hanem az érintett családoknak is. Azt gondolom, hogy az önkormányzat nagyon széles körben támogatja és biztosítja az idősödő idős korosztálynak az élhetőségét, és hát minél tovább maradjon egészséges, hiszen ez a cél és aktív. Az esemény végén a Hunyadi Városi Korvin Mátyás Általános Iskola diákjai személyre szóló kézzel készített ajándékokat adtak át az Őszi Rózsa időskorúak gondozóháza lakóinak. A város 11 intézményéből 20 kis énekes érkezett pénteken délelőtt a Kálmán Lajos óvodába, mivel itt rendezték meg a Kálmán Lajos népdal találkozót. Október 1-től 3-ig a Deák téren és a Hírös Agórában is minden a népzenéről, kultúráról és a néptáncról fog szólni. A programsorozathoz kapcsolódóan a mai napon a Piarista Általános Iskola sportcsarnokában tartott különleges előadást a Kecskemét Tánc Együttes. Idén is énekszóval emlékeztek Kálmán Lajosra, a város óvodái a róla elnevezett népdal találkozón a Kálmán Lajos óvodában. A város 11 intézményéből 20 kis énekes érkezett pénteken délelőtt az óvodába. Itt rendezték meg ugyanis a Kálmán Lajos népdal találkozót. A zsűrizésben a hagyományok szerint részt vett Kálmán Lajos lánya is. Az Ovis Pacsirtákat Kővárinné Kis Katalin intézményvezető köszöntötte. Ezután Engert Jakabné alpolgármester kíván sok sikert a kicsiknek, majd hozzátette. Fontos, hogy itt a népdalokon keresztül egy néphagyományt teremtsünk. A találkozó célja, hogy népdalkincsünk minél több óvodáshoz eljusson, éppen ezért a gyerekek produkcióit nem rangsorolták. Mindenki kapott ajándékot, és idén is kiderült, kik lettek az arany vagy ezüst torkú énekesek. A Kecskeméti Piarista Általános Iskola tornatermében a Kecskemét Tánc Együttes két tagja mutatta be a gyerekeknek a néptánchoz kapcsolódó érdekességeket és mozdulatokat. A Kálmán Lajos népdal találkozó elsőként napján általában hagyományőrzők tartanak rendhagyó órákat. A Kecskemét Tánc Együttes táncokkal és zenével mutatta be a helyi kultúrát, hiszen 100 éve született Kálmán Lajos. Az ő tiszteletére az egész népzenei találkozó a gyűjtéseiből épült fel. Azt tapasztaljuk, hogy régen kicsit ilyen ciki volt a néptánc, egy ilyen
fura szóval illetem, de most már egyre több helyen halljuk, illetve látjuk azt, hogy egyre többen vagyunk néptáncosok, és tényleg köszönhető a Felszállott a Páva műsornak, köszönhető annak, hogy most a Hagyományok Háza is egy hatalmas online felülettel, illetve ez a pandémia által az online világba kényszerítés több gyermeket megszólít. A gyerekeknek vicces játékokon keresztül mutatták be a néptáncot, tanulhattak a népi kultúráról és a ruházatról, majd maguk a gyerekek is kipróbálhatták a táncokat. Október 1-től 3-áig a Deák téren és a Híres Agórában is minden a népzenéről, kultúráról és a néptáncról szól. Az elkövetkező napok különleges programjairól a híresagóra.hu oldalon tájékozódhatnak. A Zene Világnapja alkalmából nem csak a tanulókat lepték meg, de maga a II. Rákóczi Ferenc általános iskola is kapott ajándékot. 1,5 millió forintnyi eszközt vehetett át az intézmény a Kecskeméti Digital Lions Klub jóvoltából. A Bohém Rektem Jazz Band lepte meg a gyerekeket a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában ma délelőtt. A Zene Világnapja alkalmából érkezett a zenekar, hogy több mint 450 iskolás napját vidámabbá varázsolja. Dupla ünnep volt a mai nap az intézmény életében, mert a gyerekek mellett az iskola is komoly ajándékot kapott. Mintegy 1,5 millió forint összértékben a Kecskeméti Digital Lions Club 4 számítógépet ajándékozott az intézménynek. A gépek beszerzéséhez Kecskemét megyejogúváros is jelentős mértékben hozzájárult. A klub jelenlévő tagjai kiemelték, az eszközök nem csak megfelelnek a modern elvárásoknak, de az új monitorok a gyerekek szemét is jobban kímélik majd. Jövő héten kezdődnek az országos könyvtári napok rendezvényei. A Bácskiskun megyei Katona József könyvtárban és Fiók könyvtáraiban ezúttal is változatos programok várják majd az érdeklődőket október 5 és 10 között. 2006 óta többféle hagyományt követve, de tartalmában mindig sokféle újdonságot kínálva kerül sor az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében az országos könyvtári napok eseményeire. A szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődött megmozgató programsorozatát minden év októberében szervezik meg itt Kecskeméten is. A Bácskiskun megyei Katona József könyvtár ezúttal is minden korosztály érdeklődésére számít majd jövő héten 6 napon át. Többek között lesz majd előadás a spanyol náthajárvány kecskeméti vonatkozásairól. A legkisebbeket meseelőadások, játékok is várják, de a zenei programok sem maradhatnak el. A könyvtári napokról lesz szó a híradó után kezdődő kiemelő című műsorunkban is. Vendégünk lesz Virág Barnabás, a Katona József könyvtár zenei csoportvezetője. Eredeti értékeiben tért vissza a kisvasút Tisza-Kécskén. Ezt Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester mondta a mai átadó ünnepségen. A több mint egy évtizedes szünet után szombattól újra sinen lesz a kisvasút, amelyel a látogatók a Tisza legnagyobb kanyarulatát immár vasúton is bejárhatják. Utolsó próba útjára indult el a Tisza-Kécskei kisvasút ma délután. A mozdonyt és a vagonokat eredeti állapotukba állították helyre. A város ezzel a fejlesztéssel, a kisvasút újraindításával is megmutatja, miért érdemes a Tiszaparti városba látogatni az év bármely szakában. Egy kilátót is beleraktunk ebbe a projektbe, amit majd látni fogunk, hogyha éppen ott mellette fogunk elmenni. Én úgy érzem, hogy a városnak ez is egy olyan éke, olyan ékessége, olyan turisztikai élményt adó, olyan beruházás, amit nagyon sokan fognak kedvelni. Nagyon bízom benne, hogy meg fogjuk sokáig tudni őrizni ebbe az állapotba. Szeberényi Gyula Tamás a mai átadón azt mondta, örül, hogy eredeti értékeiben tért vissza a kisvasút. Az alpolgármester hangsúlyozta, fontos, hogy ne csak a nagyvárosokban, hanem a térségben is gondolkodjunk. Kecskemétiként és egy olyan emberként, akinek a szíve Tisza-Kécskén is dobog, már akkor láttuk, hogy nem csak a érzelmi szálak, hanem a racionális gazdasági szálak is összekötnek minket, és ezeket a fejlesztések, amik Kecskeméten és Tiszakécsken is megvalósulnak, ezek egymást erősítik. Az, hogy a fél évszázaddal ezelőtt elindult, sok mindent megélt pöfögő, nem került vakvágányra, a lelkes helyi lakosoknak köszönhető.
A Tiszaparton futó 1,2 km hosszú, keskeny nyomtávú tiszakécskei úttörővasút életének 20 éve alatt zavartalanul üzemelt, ám jöttek a bajok. De a kécskeiek mindig is szívügyüknek tekintették, hogy városuk egyik nevezetességét próbálják életben tartani, vagy épp feléleszteni egy-egy rosszabb periódus után. Ehhez kaptak most segítséget a település vezetői. Egy település életében a hagyományok, illetve azok a turisztikai, de minden más jellegű épület, vagy egy piac, egy jelkép, vagy egy megszokott hely, vagy egy közlekedési eszköz, az tudja inspirálni az embert, hogy a helyi értékeket meg tudják őrizni. A kisvasút megújulásához a korábbi gyermekvasút pályájából megmaradt 600 méteres szakaszt újították fel, de az egyre bővülő látnivalók miatt még további 1000 métert építettek hozzá, így a Tisza legnagyobb teljes kanyarulatát bejárja. A mozdony, a vasúti közlekedés az mindig is szívügyem, és nagy szurkolója vagyok annak, hogy a múltat az eredeti állapotában állítsuk helyre. Ugyanúgy, mint ahogy ez a kis mozdony is föl van újítva, hiszen ebbe egy új, teljesen új M-zárolt honvédségi Csepel 4-hengeres dízelmotor van, és minden részében biztonsággal fogja majd szállítani az utasokat. A kisvasút a tiszaparti megállótól a találkozások házáig közlekedik holnaptól. Megáll a játszótérnél, a 14 méter magas kilátónál és a sportcentrumnál. További újdonság, hogy már nem csak a nyári szezonban üzemel, hanem egész évben. A beruházás jelentős részben pályázati forrásból és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásából valósult meg, összesen 465 millió forintból. A 27. résszel folytatódik a Természetvédelem határok nélkül magazinműsor. Az október 2. adásban többek között tündérbogarakról szóló kiállításról, az Árkusz Környezetvédő Egyesület táboráról és a Szanki Kun találkozóról szóló videóanyag is látható lesz. 2021. október 2-án kerül adásba a Természetvédelem határok nélkül magazin műsor 27. része. Szombaton kiderül, mi is az a lidérium és mit jelent a tündérbogarak kifejezés. Szó lesz a biokertek fontosságáról és az Árkusz Környezetvédő Egyesület táboráról is, de megmutatjuk a Kolontó köré megszervezett kerékpáros túrát is. A Magyar Nemzeti Parkok heten rendezvény sorozat idején tündérbogarak költöztek a Kiskunsági Nemzeti Park Kecskeméti látogatóközpontjába. Szabó Eszter kecskeméti grafikus Lidérium című kiállítását szeptember 14-én nyitotta meg Enyedi Róbert zoológus, aki a Kiskunság rovartani érdekességeiről is mesélt az érdeklődőknek. A következő videóanyagban az Árkusz Környezetvédő Egyesület környezetvédelmi oktatótáboráról láthatnak összeállítást. A Topolyai tó partján a cél a fiatalság környezetvédelmi tudatosságának fejlesztése volt. A gyerekek terepi munkákon és szakmai előadásokon tanulhattak a térség növény- és állatvilágáról. Az ezt követő videóban a Kiskunsági Nemzeti Park Kolontó megkerülő túrájáról láthatnak színes összeállítást. A kirándulók a Nemzeti Park új, részben elektromos meghajtású kerékpárjain tették meg a távot. A magazin második felében a Szanki Kiskun emlékhelyről és Kun találkozóról, majd óvodások biokertészetben történt látogatásáról lesz szó. Azt, hogy pontosan mit láttak a gyerekek a Magyar Kanizsai Bödő Kálmán birtokán, megtudhatják a Kecskeméti Televízió és a Szabadkai Pannon RTV magyar-szerb ismeretterjesztő szériájának 27. részében. Az új adás 19 órakor lesz látható a Kecskeméti TV szombati műsorán. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Ma tartotta meg pályaorientációs napját a Kecskeméti Szakképzési Centrum a Bács-Kiskun megyei kormányhivatallal közösen a Messzi István sportcsarnokban. Az idei rendezvényen több mint 1300 tanuló vett részt. 21,2 milliárd forintos támogatást kap a Neumann János Egyetem. Ez azt jelenti, hogy 2026-ig négyszer több támogatás érkezik, mint az eddigi finanszírozási rendszerben. Műsorral lepte meg a lakóit az Őszi Rózsa Időskorúak Gondozóháza az Idősek Napja alkalmából. A városi szervezetek és intézmények közel 100 programot szerveztek egy hétre.
Kálmán Lajos tiszteletére 20 kis énekes vett részt a mai Kálmán Lajos népdal találkozón. A rendezvény célja, hogy népdalkincsünk minél több óvodáshoz eljusson. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban bővebben foglalkozunk a Kecskeméti Szakképzési Centrum mai pályaorientációs rendezvényével. A közeledő országos könyvtári napok programjaival kapcsolatban Virág Barnabás, a Bácskiskun megyei Katona József könyvtár zenei csoportvezetője lesz a vendégünk. Végül megmutatjuk, hogyan néz ki a tegnap átadott tiszakécskei nádirigó tanösvény. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a címe híros.hu. A híres híreket 20 óra 45 perckor, 22 óra 20 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel legközelebb, hétfőn este 19 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm ma esti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton a kezdeti pára és kötfoltok napközben fokozatosan megszűnnek. Általában sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, a szél napközben több helyütt megélénkül, a csúcsérték 17 és 21 fok között alakul. Vasárnap a kötfoltok feloszlása után többnyire gyengén felhős napos idő várható, csapadék nélkül. A minimum hőmérséklet 3 és 11, a maximum 17 és 25 fok között alakul. Hétfőn a kötfoltok megszűnését követően a fátyol, illetve gomoly felhők mellett általában több órára kisüthet a nap. Késő délutántól estétől vastagabb felhők érkeznek, és több helyen eleredhet az eső, zápor. A minimum hőmérséklet általában 3 és 16 fok között alakul, a maximum 18 és 26 fok között várható. Öt évvel ezelőtt született Garai Ákos festő, grafikus. Tanulmányait Pécsett, majd Budapesten a Mintarajziskolában, azután Münchenben a Művészeti Akadémián végezte. Országosan ismerté a lovakról, ménesekről és a magyar huszárokról készült festményeivel, rajzaival vált. Forrás értékűek a népélet témaköréből készült festményei, tus és ceruza rajzai. Gyakran festett sárközi témájú képeket is, melyekhez olykor modellje a sárközi népviseletbe öltözött felesége volt. Vele fiatalkorában együtt heteket töltöttek a pusztán a karámhoz ragasztott sövényfonású csikóstanyán. Ezt követően szívesen festette és rajzolta a bugaci pásztorok életét is. A Juhászok a Kecskeméti Vásáron című műve 1927-ben elnyerte a Magyar Táj és Életkép Kiállítás grafikai díját. Thank you.
Ez az egyik kedvencem Gessler Mária Kossuth díjas kerámikus művész munkái közül, akinek gyakorlatilag az összes munkáját felhozhatnám, de most választanom kellett egyet. Ez az Esős éjjel című kép, amit 2017-ben készített. Gyakorlatilag az egész munkássága emblematikus és teljesen meghatározó a magyar kerámikus művészetben. Megkerülhetetlen, fontosságú alkotó, de nem is akarja szerintem senki megkerülni, mert mérhetetlenül sokat lehet tanulni tőle. Egy fantasztikusan tehetséges alkotó és egy fantasztikus ember. Elképesztően finom munkákról van szó, finom, feminin, de nagyon-nagyon erőteljes, tehát művészeti értelemben nagyon-nagyon erőteljes alkotásokról van szó, bármelyikről is beszéljünk. Ezt a tárgyat azért választottam, mert ennek a szín kombinációja nagyon közel áll hozzám. Ezek a kobaltkékek és a fehér porcelán, egy kis matt arany, gyönyörű, klasszikus összetétel ez. Amit azért el kell mondanom Gessler Máriáról, amit nem kell őt bemutatni szerintem mindenki, aki kerámiával foglalkozik, és a tágabb értelemben művészet fogyasztók is jól ismerik őt és a munkásságát, hogy neki egy teljesen saját technikája van. Tehát ő kifejlesztette hosszú évek során egy olyan grafikai eljárást, amit átültetett egy klasszikus grafikai eljárást kerámia felületekre. Tehát teljesen egyedi, amit csinál, és azért ezt nagyon kevés emberről mondhatjuk el, hogy képes volt kifejleszteni valami teljesen egyedi dolgot. Ehhez jön hozzá ez a nagyon-nagyon érdekes, ahogy már mondtam, nagyon finom formaképzése és anyaghasználata. Azért is nagyon aktuális, hogy ezt a tárgyat mutatom, mert Gessler Mária idén töltötte be 80. életévét, és azért ez egy nagyon fontos dolog, nem csak neki, hanem nekünk is, a stúdiónak, mert azt is tudni kell, hogy ő a stúdió most már 42. életéve után is az egész, a stúdió egész életében nagyon aktívan részt vett. Tehát nekünk van a legnagyobb gyűjteményünk tőle, és két hónapja volt itt egy kiállítása, pont ennek ezt az alkalmat ünneplő kiállítása, ahol be tudtunk mutatni egy nagyon gazdag válogatást abból, hogy hogyan is fejlesztette ki ő ezt az egész technikát, hogyan jutott el a korai tárgyaiból ez egészen nagyon-nagyon érett Gessler Mária stílusig, amit most mi annak nevezünk. Úgyhogy ez egy nagyon kedves tárgy számomra. Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban bővebben foglalkozunk a Kecskeméti Szakképzési Centrum mai pályaorientációs rendezvényével, a közeledő országos könyvtári napok programjaival kapcsolatban Virág Barnabás, a Bácskiskun megyei Katona József könyvtár zenei csoportvezetője lesz a vendégünk. Végül megmutatjuk, hogyan néz ki a tegnap átadott tiszakécskei Nádi Rigó tanösvény. Már is kezdünk. A Kecskeméti Szakképzési Centrum a Bácskiskun megyei kormányhivatal támogatásával szervezte meg pályaorientációs rendezvényét a Messzi István sportcsarnokban. A program célja a szakképzés és a benne rejlő karrier lehetőségek népszerűsítése a tanulók körében és a térség vállalkozásainak, illetve a képzéseket támogató szervezeteknek a bemutatása. Kígyózó sorokban érkeztek a diákok a pályaorientációs rendezvényre. Idén több mint 1300-an. Nagyon tetszik, meg tök jó, hogy így összegyűlnek az iskolák itt. Zsúfolásig megtelt a Messzi István sportcsarnok.
A Tanulj szakmát, a Jövőd a Tét programon a gyerekek megtudhatták, milyen készségek kellenek egy-egy szakmához. Ha valaki még nem tudja eldönteni, akkor így megnézhető, hogy miket dolgozhatnak, kérdezősködhetnek, hogy például milyen tantárgyakból kell olyan szinten megfelelni. Kipróbálhatták képességeiket, információkat gyűjthettek, beleláthattak egy-egy szakma rejtelmeibe. Újraélesztés, cukrász, szakács, sok minden. A diákoknak a programozáson át az újraélesztésig számos szakmához kapcsolódó tevékenység megismerésére volt lehetőségük. Volt, akinek konkrét terve van a jövőre nézve, és volt, aki csak tájékozódott. Én a pedagógia felé szeretnék, de még nem tudom. A rendezvény mindannyiuknak segít a döntésben. Segít abban, hogy a gyerekek hamarabb megtalálják a maguknak illő a munkát, amit majd felnőtt korukban fogjanak végezni. A pályaorientációs nap a tanulók mellett a szülőknek is segítséget nyújt. Meg tudja nézni, hogy melyik iskolában végül is mit tud tanulni, és ki is tudja próbálni. Megcsúszolják, utána meg összeélesztik, és összeragasszák. A kiállítási standokon különféle technológiai folyamatokat, szimulátorokat is kipróbálhattak. A szakképzési centrum iskoláiban 20 ágazat több mint 70 szakmáját lehet megtanulni. A legnépszerűbb szakmák az informatika ágazathoz kapcsolódnak, de sokan érdeklődnek a közgazdasági és az idegenforgalmi területek iránt is. Kecskeméten vagyunk, a specializált gép- és járműgyártás, ami ugyebár klasszikusan az autóipari beszállításhoz, illetve ezzel összefüggésben a szereléshez kapcsolódnak. Nálunk azért itt Kecskemét környékén a vendéglátás, turizmus idegenforgalom is nagyon közkedvelt. A technológia rohamos fejlődésen megy keresztül, és a tanulók igényei is változtak a korábbi generációkhoz képest. A negyedik ipari forradalom olyan új technológiákat vezet be, ami az oktatást is jelentősen meg kell, hogy változtatja. Tehát megváltozik a tartalom, és megváltozik az a módszertan is, amivel a gyerekeket lehet oktatni. Ehhez próbálunk alkalmazkodni ezzel az interaktív kiállítással. A Bács-Kiskun megyei kormányhivatal célja az álláskeresők számának csökkentése. Kovács Ernő kormány megbízott a rendezvényen elmondta, a megyében a szeptemberi adatok alapján mindössze 11 ezer az álláskeresők száma, ami a 2019-es adatoknál kedvezőbb. A Tanulj szakmát, Jövőd a Tét pályaorientációs rendezvény célja a szakképzés népszerűsítése a 7.-8. osztályosok körében. Olyan útmutatást adjunk a diákoknak, hogy az a szakma, az a tudás, amit megszereznek, az a megélhetést is biztosítsa a számukra. Ezért vagyunk itt tulajdonképpen, és ezért szeretnénk őket ezen a fontos úton segíteni. Gál József alpolgármester arról beszélt, egyre többen akarnak szakmát tanulni. Ez is azt jelzi, hogy jó az irány, jó az út, ugyanis azon túl, hogy a duális képzésben, az iskolában, illetve a partnervállalatoknál naprakész információt kaphatnak a gyerekek, még jövedelmet is kapnak mindezért. A jeles tanulók ugyanis több mint 300 ezer forintot tudnak kapni pályakezdési támogatásként. A kormány szakképzési stratégiájában kiemelten fontos szerepet kap a duális képzés, az, hogy már a tanulmányaik alatt találkozzanak a tanulók a valós munkakörnyezettel. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár a rendezvény megnyitóján a szakképzési rendszer előnyeiről beszélt, mint mondta, a szakképzésben a jövő. A rendszer nem mered, a rendszer rugalmas, a rendszer a jövőt jelenti. Úgyhogy mindenkinek csak javasolni tudom és ajánlani, hogy gondolja végig, a szakképzés jó lehetőség a jövő felépítésére, jó lehetőség saját karrierjének a felépítésére, mert hogy a szakképzésben a jövő. A pályaválasztás segítő rendezvényen a tanulók nem csak érdeklődési körüknek megfelelő szakmák között válogathattak, de a számukra legmegfelelőbb intézménye is rátalálhatnak. Jövő hét kedden kezdődik az Országos Könyvtári Napok idei programsorozata. Az elmúlt évben 1248 település közel 1500 intézményében több mint 4000 eseményre került sor.
a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár programjairól Virág Barnabással, a könyvtár zenei csoportvezetőjével beszélgetünk most. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Jó estét. 5-én kedden indul a program, mivel kezdenek? 5-én kedden természetesen a legkisebbekkel kezdünk. Mondókázó délelőtre hívjuk a 3 év alatti gyermekeket. Ezt Fazekasné Endre Éva gyermekkönyvtáros kollégám fogja tartani. És ezek után ugye ez már hagyomány, ugye a gyerekekhez kapcsolódva, hogy minden korosztályt megszólítanak, ugye? Így van, a Katona József könyvtár jelmondata is az, hogy Katona József könyvtár egy életen át, így egyébként is a szolgáltatásainkat úgy szervezzük, és a programjainkat is úgy hirdetjük, hogy minden korosztály találjon megfelelő, kedvére való programot. A gyermekeken belül is különböző korú gyermekeknek különböző programokat hirdetünk, így például pénteken 10:30-kor mesepárnás foglalkozást tart kolléganőm az óvodásoknak, csütörtökön délután pedig a kisiskolásoknak egy magyar népmesei foglalkozást fog Hegyi Füstös Eszter gyermekkönyvtáros tartani. A kamaszoknak is hirdetünk több programot. Itt kiemelném azt, hogy 2 külső vendéget is hívunk. Csütörtökön délelőtt vendégünk lesz Gáspár András Gáspár, akit a közönség színészként ismerhet, de most megjelent első regénye, ami Föld 2 címet viseli. Ez egy sci-fi regény, amiben kamaszok indulnak útra azért, hogy megmentsék a Földet, illetve megmentsék a jövőt. A másik vendégünk pedig pénteken délelőtt 9 órakor Sohonyai Edit lesz, aki már többször volt a Katona József könyvtár vendége. Ő pedig Kamaszvilág címmel a kamaszokat érintő, kamaszokat érdeklő témákról beszélget velük a saját művein keresztül, aminek a hősei szintén ebből a korosztályból kerülnek ki. Tényleg az egészen kicsitől a nagyobb gyerekekig mindenkit várnak, és mindenkinek lesz program. Mindig témakörök köré szerveződik ez a programsorozat. Idén mik a témakörök? Idén már 16. éve szervezi meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség az országos könyvtári napokat. Idén több mint 1000 intézmény, több mint 3700 programmal regisztrált erre a rendezvénysorozatra. Az idei téma az az együtt működik találkozások a könyvtárak valós és virtuális tereiben, és ezt aztán minden nap tovább bontunk. A keddi nap a könyvtárak a mentális egészségért címet viseli. Ugye mentális problémákra a legjobb gyógyír a zene, úgyhogy itt kedden 4 órakor Mozart varázsfuvolája és a szabadkőművesség címmel professzor dr. Temesi Mária operaénekes, az opera nagykövete fog előadást tartani nálunk. A szerdai nap a könyvtárak multidéző szerepét fogja gorcső alá venni. Itt 2 előadásra hívom fel a figyelmet. Délelőtt 10 órakor 2 kollégám, Kozma Róbert és Németh Gábor fognak arról tartani egy előadást, hogy a helyismeret, ami egy száraznak tűnő témakör, hogyan hozható közel a fiatalokhoz, a gyermekekhez, az interaktív, virtuális térben, QR-kódos játékkal, stb. Délután 5 órakor pedig az 1918-as Kecskeméten is tomboló spanyol nátha járványról lesz szó. Ezt dr. Gyenesei József, a Bács-Kiskun megyei levéltár igazgatója fogja tartani. Ugye ezt most a koronavírus járvány adta, ezt a témát. Sajnos aktuális. Sajnos aktuális, igen. Lesz idén is könyves vasárnap. Mit jelent a könyves vasárnap? Ugye ez egy rendhagyó dolog, hogy vasárnap is nyitva van a könyvtár. Ezt hagyományosan már zenés könyvtárnyitóval indítjuk. Szerettük volna a családokat megszólítani, ezért 10 órakor a Lóca együttessel nyit a könyvtár, egy gyermekműsort fognak adni. Ezen a napon kedvezünk az olvasóknak, tagsági kedvezményre van lehetőség, illetve a késedelmi díj felét elengedjük, hogyha úgy hozza a szerencséjük. Délután 2 órakor társas játékparti lesz, ezt Boldizsár Dóri zenei könyvtáros kollégám fogja tartani. Délután 4 órakor pedig szintén hagyományosan az Emberek Sorsok Díjak című programunkra kerül sor, ahol Kecskemét idei díjazott, kitüntetett személyeivel beszélget Kriskó János, Agócs Mártával, Ramháb Máriával, a tüdőbelgyógyászati osztály képviselőjével, Iccésné Kövendi Katával, illetve Lukács Lászlóval, a Kecskeméti Tánc Együttes művészeti vezetőjével.
Szerintem mindenki fog találni magának programot. Hol lehet megnézni a programokat gyorsan? Programjainkat a honlapunkon www.bactudastar.hu, illetve a könyvtár Facebook oldalán találhatják meg. Október 4-től 10-ig Katona József könyvtár és a Fiók könyvtáraiban, országos könyvtári napok, ugye? Igen. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Az eső sem tántorította vissza a tiszakécskeieket attól, hogy visszakapják régi értékeiket. Ma délután ünnepélyesen is átadták a nádirigó tanösvényt és az eredeti formájára visszaállított holttiszát. Tiszakécske önkormányzata, a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park közös projektjének köszönhetően három holtág élővilága kaphat újra erőre. Az őszi eső sem tudta megakadályozni a tiszakécskeieket, hogy újra birtokba vegyék a holttiszát. Tiszakécske önkormányzata, a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park közös projektjének köszönhetően nem csak a terület rehabilitációja történt meg, hanem egy tanösvényt is létrehoztak interaktív táblákkal. Az 1,2 milliárd forint értékű projektben megtörtént a holtágak kotrása, a partok rendezése és a víz utánpótlás kialakítása is. A holtisza rehabilitáció, amit most éppen átadtunk, illetve átvettünk, átadtuk a lakosságnak, az egy tényleg egy nagyon nagy dolog, ugyanis valóban négy szakaszból áll a holtisza, és ebből a négy szakaszból egyetlen egy szakasz volt csak 2002-ben és 2003-ban akkor már rehabilitálva, tehát felújítva, megújítva. Most viszont az 1-es, a 3-as és a 4-es szakaszt is visszakaptuk, sőt, az 1-es szakasznál itt egy olyan plusz attrakciót kaptunk, amire büszkék lehetünk mi is, és mindenki. Az újdonság a 2,5 kilométer hosszú nádirigó tanösvény, ami 12 megállón interaktív táblák és játékok segítségével mutatja be a Tisza élővilágát. A tanösvény része egy 1,3 kilométer hosszú stég és egy madárles is. Ráadásul az egyes szakaszokon további fejlesztéseket szeretnének még megvalósítani. Ide még szeretnénk egy kis csónakázó lehetőséget is biztosítani majd a turistáknak, illetve a mieinknek is, a kécskeieknek is egyértelmű. Csónakokat szeretnénk még egy párat vásárolni, illetve van már nekünk kajakunk, kenunk a városnak, ezeket is ide lehoznánk, és a régi, a még fölfedezetlen, teljesen nád, benőtte helyeket végig csónakázni, végig evezni, hát ez nagyon nagy élmény lesz, teljesen biztos vagyok benne. A projekt ünnepélyes átadóján Szeberényi Gyula Tamás Kecskemét alpolgármestere elmondta, a holtisza újraélesztése az egész térségnek fontos. Büszkék lehetünk arra, hogy az 5 éves munka minden résztvevője kitett magáért. A projekt eredménye bizonyíték, hogy lelkesedéssel, összehangolt munkával olyasmit hagyhatunk gyermekeinknek örökül, ami visszavezeti őket a természethez, az élővilág szeretetéhez, fogalmazott az alpolgármester. Kovács Ernő, a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal kormány megbízottja köszöntőjében úgy fogalmazott, a holtág rendszer ezelőtt jóval elmocsarasodott és szúnyogtemető volt. Nagy álom volt ez itt a tiszakécskei vezetés, még a tanácsrendszerben látta, hogy ez a holtisza, ez megy tönkre, föliszapolódott a nádas és a mocsár elvette az értékét. Az önkormányzat először pályázati pénzből, utána a saját forrásból kezdte el azokat a munkálatokat, amelyek ma teljes értékűen befejeződtek, és visszaadtuk mind a négy holtágat a természetnek, az élővilágnak. Az elmúlt esztendőben már itt költöttek vadlibák, hattyúk, és azt remélem, hogy az a több mint 2 kilométeres tanösvény az első holtágon itt a város alatt, közvetlen a házak alatt, az rengeteg sok élményt nyújt majd az idelátogatóknak. A kormány megbízott hozzátette, hogy a terület annyira eldugott, elzárt terület volt, hogy még szolnoki ismerősei sem tudtak róla, hogy vannak itt holtágak. A Kiskunsági Nemzeti Parkkal közösen készültek el a tervek, és megpróbáltunk mindent kihozni, amit ki lehet hozni ebből a területből. Itt nyilván majd a horgászok is a kedvezményezettek között lesznek, hiszen még nagyobb vízfelület, még több hal, még több horgászhely, ami majd azt mutatja, azt vetíti előre, hogy nagyon sokan majd ellátogatnak hozzánk, és egy kedvenc célpont, mint ahogy eddig is már a 2-es holtág, majd most az egész holtág egy kedvenc célpontja lesz a turistáknak.
Varga Csaba, a kivitelező Duna-Aszfalt ZRT területi igazgatója ismertette, mennyi munkával járt az elveszett kincs visszaszerzése. Mint elmondta, a munkálatok során a 3-as és 4-es holtág egy egyszerűbb alakító kotráson és rézsőigazításon esett át. Nem csapolták le a holtágak vizét, csak csökkentették a szintjét. A két holtág esetében 32-34 ezer köbméter anyagot mozgattak meg. A legnagyobb beavatkozásra az egyes holtágon volt szükség, itt 54 ezer köbmétert mozgattak meg úgy, hogy leengedték a 120 ezer köbméternyi vizet. Ehhez azonban a halakat át kellett telepíteni, ebben nagy segítségükre voltak a Sporthorgász Egyesület tagjai. A partrendezés és helyreállítás után várhatóan javul majd a holtság vízportlása és lassul a meder feltöltődése. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Ma tartotta meg pályaorientációs napját a Kecskeméti Szakképzési Centrum a Bács-Kiskun megyei kormányhivatallal közösen a Messzi István sportcsarnokban. Az idei rendezvényen több mint 1300 tanuló vett részt. 21,2 milliárd forintos támogatást kap a Neumann János Egyetem. Ez azt jelenti, hogy 2026-ig négyszer több támogatás érkezik, mint az eddigi finanszírozási rendszerben. Műsorral lepte meg a lakóit az Őszi Rózsa Időskorúak Gondozóháza az Idősek Napja alkalmából. A városi szervezetek és intézmények közel 100 programot szerveztek egy hétre. Kálmán Lajos tiszteletére 20 kis énekes vett részt a mai Kálmán Lajos népdal találkozón. A rendezvény célja, hogy népdalkincsünk minél több óvodáshoz eljusson. Holnaptól ismét megkezdi útját a Tisza-Kécskei kisvasút. Az újraindult látványossággal a Tisza legnagyobb kanyarulatát járhatják be az érdeklődők. Kedves nézőink, hírórával legközelebb hétfőn várjuk Önöket, este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk jövő héten is, várjuk Önöket. További szép estét kívánok, viszontlátásra!